És én szeretném folytatni a bizalommal kapcsolatos kijelentéseket az Isten igéjéből, és először a Zsoltárok könyvéhez kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, és a 91. Zsoltárból szeretnék felolvasni az Isten igéjéből. Tudjátok, sok Uh, úton, módon megpróbáltatik a hitünk, és, és a hitnek a harcába sokszor eljutunk egy bizonyos pontig, és már azt mondjuk, hogy igen, ezt már tudjuk, igen, ezt már gyakoroljuk, igen, ezt már megvalljuk, igen, már így cselekszünk, de még sincs áttörés, még sincs fordulat ebben a harcban, és sokszor a hit az elvezeti az embert, a, tehát egy olyan pontig, ahol utána ő csak meg tud állni, és utána már csak azt tudja mondani mondjuk, és az embernek az érzéseibe, meg gondolataiba az jön létre, hogy hát oké, oké, gyakorlom a hitemet, de nem értem, hogy miért nem történik semmi és mi nem történik áttörés az életembe. És, és igazából a hit, tehát mi, mi sokszor nem veszük észre, hogy a hit az sokszor elvezet bennünket addig a pontig, amikor utána már a bizalomnak kell, hogy jöjjön, és a bizalom szintjén folytatódik tovább a hit harca, amikor az embernek el kell engednie dolgokat, mert amíg gyakorolja a hitét az ember, addig erőfeszítéseket tesz, küzdelmekben van benne, áttöréseket, tehát várja, hogy áttörések történjenek, de egy bizonyos szint után viszont van egy elengedés, amihez el kell jutni, hogy Isten kezére bízza az ember magát, ahogy Jézus is, hogy ameddig lehetett, addig, addig ő befolyásolta az eseményeket, az ő reakciói, cselekedetei befolyásolták a dolgokat, viszont eljutott egy olyan pontra, ahol azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le, az én lelkemet, a te kezedbe helyezem az én szellememet, és innentől kezdve kikerül az irányítás az ember akaratától, elkerül ez az irányítás, és, és az ember ebben a bizalmi helyzetben, hogy átadja Istennek az életének az alakulását, vagy a különböző dolgokat elengedi, úgymond, Egyszer csak, tehát el kell jutni ez a ponthoz, hogy akkor legyen meg, ahogy te akarod. És sokszor akkor tud Isten beavatkozni az emberek életébe, amikor eljut ehhez a ponthoz. Van olyan helyzet, amikor, például Jézusnál is a gecsemáné kertben, amikor azt mondta, hogy hát nem akarom, hogy ez megtörténjen az életemben. De mégis, atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Tehát ez is a bizalomnak a megmutatkozása. És sokszor, ugye, a mi hitünkkel, amikor megragadjuk Isten igéjét, és a hitünkkel, úgymond, harcoljuk a harcainkat, ugye a hitünk, de erről majd fogok jobban beszélni, csak a hitünk a sokszor ugye az Istennek a múltbeli cselekedeteire vagy kijelentéseire van ráálva, amiket a múltban cselekedett Isten, vagy a múltban tett ígéreteket Isten. Miközben én meg azt szeretném, hogy Isten meg most most cselekedjen az életembe, és a kettő között ugye az a különbség, hogy a hittemmel megragadom a múltban, tehát Istennek azokat a cselekedeteit, azokat az ígéreteit, amiket a múltban tett meg, de én viszont azt szeretném, hogy a jelenemben és a jövőmben Isten pedig dolgozzon. Mert azt mondja Jézus is, hogy az atya nem fejezte be a munkáit. Ha meg nem fejezte be a munkáit, akkor szeretném megtapasztalni az atyának a kezét az életembe, és te is így vagy vele, ugye? Tehát, hogy szeretném most e, e, megtapasztalni Istenek a cselekedeteit. Az Isten cselekedeteit, munkáit a jelenünkben, a mostban azt a bizalom végzi el. Tehát a bizalom miatt cselekszik Isten most az életünkben. A hitünk megragadja Istenek a múltban levő cselekedeteit, és szeretnénk, hogy ezeket a cselekedeteit tegye meg most az életünkbe. De a hit önmagába elvisz a bizalomig, az Istenben való bizalomig, és amikor az ember, mert a bizalom, ugye, mert ameddig az ember a hit harcát harcolja, addig a kezében van az irányítás. Nem akarja kiengedni, mert azt mondja, harcolok. Az legyen meg, amiért harcolok. A bizalom, már nem harcol, tehát a hit az elvisz egy olyan pontig, amikor már nem harcol, hanem rábízod az Úrra, hogy Uram, itt van, te cseleked most meg, amit te akarsz megcselekedni. És ez Istennek a jelene, tehát ahogy most dolgozik. Ameddig mi a kezünkbe tartjuk az irányítást, addig Isten nem tud dolgozni. Addig mi dolgozunk, úgymond. Dolgozunk a hitünkön, a megvallásainkon, a cselekedeteinken, és a többi, és a többi. De addig Isten nem tud ebbe beavatkozni, csak vár. A bizalommal az ember átadja Isten kezébe a, a munkát, és mi várunk, hogy Isten mit hoz ki ebből. Oké? Okay? Tehát a hitnél mi dolgozunk, mert a hitnek cselekedetei vannak, tehát mi cselekszünk, mi dolgozunk, és Isten vár ránk, hogy mikor adjuk át, mikor válunk alkalmasak -ká a hit harcaiban, ne legyünk alkalmatlanok a hit harcaiban. Tehát ez az első fázis, ami át kell menni. De jön utána a második fázis. Amikor az ember alkalmas, minden megvan, mindent megtett, már többet nem is tudna tenni, már csak ott áll egy kérdéssel, hogy akkor miért nem történik semmi. Hát azért, mert rejtott egy olyan pontra az embernek a hite, hogy most ezt át kell adni Istennek. És akkor átadja Istennek, akkor kezd el Isten dolgozni, mi meg várunk. Hogy Isten mit hoz ki ebből. Na, tehát erről szeretnék beszélni így a bevezető után. És a 91. Zsoltár első verszakától kezdve. 91. Zsoltár, azt olvassuk, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak árnyékában Nyugszik az, hát egy nyugalom jön az ember életében. Tehát látod, ott, ahol e, rejtekben való lakozás van, ott, ahol az úr árnyékában van az ember, ott egy természet fölötti nyugalom is jön az embernek az életében. Tehát ez a, a természetfeletti nyugalmat meg kell tapasztalni. Zoklatott emberek nem tudják megtapasztalni Istennek a cselekedeteit. Tehát ahhoz kell egy nyugalom, hogy benne vagy a nyugalomban való lakozásban. És azt mond, azt látod, hogy, hogy van ebben egy a beszéd, ahogy az ember, a beszédét használja, a beszédét, a szavait használja ebben az egészben, hogy az én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Tehát eljut, a, látjátok ez, ez a ponthoz, amikor azt mondja, ő benne bízom. Tehát, Óriási nagy küzdelem van, ugye, mert azt mondja, hogy a felséges rejtekében lakozik, tehát általában az ember akkor rejtőzik el, amikor nagy bajok vannak. Azt mondja, hogy a mindenható árnyékában nyugszik, mikor a legnagyobb kánikulában nem kint vagy az utcán, hanem bent vagy az árnyékban. Vagy utána azt mondja a negyedik versz, hogy tollaival fedez be téged, vagy szárnyai adal, alatt van az oltalmat, pajzs és páncél, tehát egy támadások, küzdelmek vannak az ember életében. Ez sokszor lehet látni, legalábbis én láttam olyan videó felvételeket YouTube-on, Facebookon, hogy megtámadja a tyúkokat, meg a csirkéket a sas, és képes egy, egy rögtön kitárja a a tollait, szárnyait kifeszíti, begyűjti maga mögött a, a csibéket, és mindent megtesz azért, hogy ne legyen kára a, a fiókáinak, és az élete árán is küzd azért, hogy legyőzze a támadót. Tehát ez az egész 91. zsoltár az az arról szól, hogy nagy veszélynek vagyunk kitéve. Veszélyek vannak az ember életében, de nem ijeszgetni akarlak titeket, hát ez a valóság, hogy veszély, veszélyes élni a Földön, tehát tönkre lehet menni a földi életben, bele lehet halni a földi életbe, vagy ahogy másképp kifejezzük, bele lehet ősszülni ebbe az egészbe, és és a hajat is el lehet veszíteni Ebb, ebbe az egészben. Tehát nagyon nagy veszélynek van kitéve az emberi sors. Viszont azt mondja Isten igéje, hogy mégis van oltalmam, mégis van várad, neked is, hallod, van oltalmad, van várad, és mégis ki lehet azt mondani, hogy a bizalmam, a bizalmamat rá tudom helyezni ebben a földi életben Istenre. Hallod, a földi életnek a sikere, egy keresztény életnek a sikere, az, hogy mit tapasztalunk meg a földi életünkben, hogy fejezzük be a pályafutásunkat, az, hogy milyen életérzései vannak az embernek, a nagy része attól függ, hogy sikerül-e eljutni ahhoz a ponthoz, hogy bízok az Istenben. Hogy el tudom engedni. Mert sok keresztény vagy sok ember abba betegszik bele, és abba bukik el, és abba szenved kárt, hogy nem engedi el a dolgokat. Hanem mindent úgy akar csinálni, hogy az ő irányítása alatt legyen az ő kontrollja alatt álljon, és az ő elképzelése szerint történjenek a dolgok. De hát emberek, az élet nem ilyen. Nem tudom, észrevettétek-e. Tehát az élet az olyan, mint egy patak, olyan, mint egy folyó, hogy egyszerűen halad, kanyarog. Tehát nem úgy van, ahogy mi elképzeljük. Az már nagy dolog, hogyha Hogyha sikerül azt megtenni, amit elgondoltál, és elképzelted és eltervezted, az már nagy dolog. De, de az élet nem ilyen. És általában azoknak a bicskája törik bele az életbe, akik ragaszkodnak az ő elképzelésükhöz, az ő terveikhez, az ő dolgaikhoz, és egyszerűen nem hajlandóak engedni ebből, és abba bele lehet betegedni. Az élet az kanyarodik, fúj a szél, azt mondja Jézus, akik szellemtől születtek újjá, olyanok, mint amikor a szél fúj, és nem tudja az ember, hogy honnan, hogyan, hová, merre nyitottnak kell lenni. Tehát a keresztény életben van egy rugalmasság is. Tehát kell, hogy kialakítson az ember egy rugalmasságot is, mert nem tudod, hogy hogy lesz. Már ugye Jakab Apostol azt mondja, az olyan ti, akik kalmárkodtok, kereskedtek, és azt mondjátok, hogy jövőre ide megyünk, oda megyünk. Hát, mik vagyunk mi? Egy pára. Az most itt vagyunk most még láthatóak vagyunk, holnap után, most nem te, meg nem én, ha adja meg az de nem két méterrel a föld alatt vagyunk. Mert ezek nagyon gyorsan történnek ilyen események. Hopp, ennyi, holnap után már temetés. És még azt se tudja mondani az ember, hogy csá. <laughs> Tehát ez az élet, ez ilyen. Ugye a születés az megint más, mert azt mondják, majd kilenc hónap után, majd 47 hetet számolva vár, várakozik az ember. Az elmenés az meg olyan, hogy tehát nem biztos, hogy számít rá az ember. De mondom, én azt szeretném, és azt kívánom, hogy mindegyik velem együtt, minimum 90 év, <tosz> De 120 év is persze normálisan, e, úgyhogy tud járni az ember, tud élni, tud mozogni, e, tud beszámítható állapotban lenni, és normálisan. Miért ne? Hát Mózes normális volt 120 évesen is, és kiszámítható volt az elköltözése is, és normálisak voltak a szemeire, nem szürke zöld hályog, szürke szürkehályok, meg egyéb hályogok nőttek, hanem tökéletesen, élesen látott. És akkor felvitte Isten a Nébú hegyére, és mondta neki, most nézz éjszakról, dél, néz, éjszakról dél felé, utána délről éjszak felé, és nem azt mondta Mózes, hogy mit nézek, nem látok semmit. Tehát, tehát a felséges rejteke. Tehát a földi életben szükségünk van egy ilyen atombunkerre, szellemi atombunkerre, ahová be tudunk menni, és ott viszont lehet lakni. Rejtekben lehet lakni, hallod? Éled az életedet, de belül a szíved, belül a belső lényed egy rejtekben való lakozásban van benne. Lehet úgy csinálni, hogy az úr árnyékába lehet nyugodni, hogy, süt a nap, kánikula van, Látjátok, még azt mondják, hogy a jövő hét az egy ilyen, hogy még utoljára, hát, hát, ha még utoljára támad a nyár 40 fokos kánikulával, de van árnyék, és lehet nyugodni, árnyékban lehet megpihenni az úrnál. És lehet, hogy hőség, nagy hőség van, most, termé most nem csak természetes szinten, hanem szellemi szinten, de tudnak, hogy szellemi szinten van árnyékod is. Hallod, lehet, hogy a lakásodban nincs klíma, de az úr klimatizált. <laughs> Árnyékban vár téged, és fel tudsz üdülni, és le tudsz nyugodni belül az úrban. És azt mondja, ő benne bízom. Miért mondja azt, hogy ő benne bízom? Mert mond utána egy olyat, hogy mert. Tehát van magyarázata. Miért megbízható az Úr? Miért bízhatok meg az Úrban? A harmadik vers megmondja. Azt mondja a harmadik vers, hogy azért, mert ő megszabadít téged a madarásznak a töréből. Van madarász. Hallod. A bizalmunknak az úrban való bizalomnak az alapja. Azt mondja, mert ő szabadító. Ő meg tud szabadítani. Kinek kitől, kitől kell megszabadulnunk. A madarásztól. Madarász az ki? Az olyan, mint a halász, a madarász, a vadász. Tehát ezek az ember típusok, <laughs> mondjam, tehát vadásszák az állatvilágból, a, tehát fogjul akarják ejteni a vadakat, vagy az állatokat, hogy megegyék őket. Nem? Vagy valamit, tehát valamit csináljanak. Tehát madarász az, aki csapdát állít, hogy elkapja Elkapjon bizonyos madarakat. Ugyanígy a vadász lelövi, levadásza, csapdába ejti bizonyos állatokat. A, hal, a halász vagy a horgász csalit vet be, hogy kifogja a halat. Mert hiába áll oda, a hal nem fog kiugrani, hogy a tepsibe ugorjon bele, hogy kijöjjön ki onnan. Valahogy ki kell halászni. Az életünkben is van ilyen ellenség, hogy csalikat vet be, csapdákat vet be, és azt mondja itt a Zsoltáros, hogy az élet tele van csapdákkal. Az élet tele van, van egy ellenség, van egy madarász, aki az, az, a földi életbe csapdákat vet be. És hogy csinálja? Mi a csali? A természetünkre ad bizonyos helyzeteket, hogy úgy reagáljunk, ami kiszámítható a mi részünkről. Értitek? Tehát van egy madarász, akit úgy hív a Biblia, hogy sátán. Úgy hív a Biblia, hogy sárkány. Úgy hív a Biblia kígyó. Miért van, van egy ravassága? Van egy hitetése, van hazugsága, és átver. Neki -e, ő ezt ehhez ért, profi ebben. És mindenkinek a személyével kapcsolatban te se vagy kivétel, én sem vagyok kivétel abban, hogy egy forgatókönyv, tehát figyelik a jellemünket, a személyiségünket. Itt vannak már több ezer évvel ezelőttől a Földön, a sátán, démonok, gonosz angyalok, és tanulmányozzák az embereket. A család a felmenőidet már rég tanulmányozták. Te meg kiszámítható lettél a számukra. Te úgy jössz be a világba, hogy itt van egy új élet. De igazából a természet, a sors, a befolyás már ért bennünket akkor, amikor megszülettünk. És körülbelül az ördög tudja, a démonok tudják, hogy körülbelül mik azok a területek, ahogy csalikat, ahogy a madarász csapdát helyez be az ember életébe, ugyanígy Csapdát, már csapdák vannak, hallod, hadd mondjam el neked, már csapdák vannak elhelyezve az életünkbe, már akkor, amikor megszülettünk, már az életutunkat tele helyezték csapdákkal, és ezek a csapdák ott várnak ránk, kimérve, tehát személyre szabottan, a mi életünkhöz. De, azt mondja Isten igéje, bízok az Úrban. Azt mondja, én ő benne bízom. Miért? Mert ő szabadít meg engem a madarásznak a csapdájából. Hallod? Bízhatsz az Úrban, mert neki van válasza az életünk ellen felállított csapdák ellen már megvannak a megoldások, megvan a szabadítás. Jézus Krisztus lehozta a mennyből azt a szabadító erőt, ahogy ezekből a csapdákból ki tudunk jönni. Amen. Tehát van szabadulás, de vannak trükkjei az ördögnek. Ugye azt mondja például a 2. Korintus 11.3-ban, hogy félek azonban, hogy amiképpen a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességből. Tehát itt azt mondja az ige, hogy van álnoksága a sátánnak, a kígyónak. Eredetiben ez azt jelenti, hogy trükk. Tehát trükk. Ahogy a bűvész. Tudod, nézd a kezét, és trükközik. Mert te a kezét figyeled, vagy azt a dolgot, amit csinál, de közben már csapdába ejtett téged. Itt a piros, hol a piros? Nézd a kezem! és még direkt mutogatja néha a szivacslabdát, hogy érted, mert az annál jobban becsap. És a, a pénzégséget is, ugye, hogy a saját játékosok nyernek csak. Ugye, Laci, így volt. <laughs> Tehát, de közben, amikor már ott van a döntés előtt vagy, ott már nincs nyerésre lehetőséged. Tehát magyarán már nem menjél oda. Mi ebből a tanulság? <laughs> Amikor látod az itt a piros, most szellemileg az itt a piros, ott a piros. Neked nem kell odaállnod. Azt a vágyat le kell győznöd magadba, hogy megszerezd azt a pénzt, amit úgyse lesz a tied. Soha. <laughs> Tehát megrontatnak trükköket, és nézd meg, hogy mit mond. A gondolataitok. Hát hogyan a sátánnak a tévútra a vezetése, a hazugságai, a vádlásai, és a többi, és a többi, az hogy jelentkezik? Gondolatok. Gondolatok. Mi játszódik le itt a fejben? Ő ezt akarja. Mert ő tudja, hogyha megszerzi az elmédet, onnantól kezdve már ő befolyásol téged, és ő befolyásolja a reakciókat is, kontroll alatt tartja. A másik azt mondja a 2 Korintus 4.3-ban, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben ne világistene, megvakította a hitetlenek elméit. Tehát megint az elmével áll kapcsolatban, a gondolkozás móddal áll kapcsolatban a sátának a munkája. Tehát az, hogy az ember a, hogy a befolyásolja az elméjét és a gondolatait az embernek. És erre mondta azt ugye Isten igye, hogy öltözzétek fel Isten minden fegyverét, és álljatok ellen az ördögnek, a ravasságával, minden ravasságával szemben. Tehát Isten az, aki megszabadít a madarásznak a töréből. Következő. A ötödik verszak a Zsoltár, ugye 91. Zsoltárba, 5. 6. verszak. Nem félhetsz. Miért? Ha bízol az Úrban, hallod? A bizalom, az urban való bizalom az, az, a, az a következménye, hogy azt mondja, nem félhetsz, nem fogsz félni. Tehát vagy bízol az urban, és nem fogsz félni, vagy nem bízol az urban, és fogsz félni. Mindegyikünknek az életébe jutunk egy olyan ponthoz, egy olyan területhez, egy olyan naphoz, amikor megpróbálja akár az úr, de az ellenség létrehoz olyan helyzetet, hogy félni, melyiket válassza az ember a félelmet, vagy az úrban való bizalmat. És itt azt mondja, hogy négy dolog, tehát négy dologtól nem kell félned. Az első azt mondja, éjszakai ijesztéstől. Ez az első. Tehát az úrban való bizalom, az ijesztés a félelemtől szabadít meg bennünket. A második azt mondja, a repülő nyíltól nappal. Tehát mit mond az ige? Hogy hallod, éjjel is és nappal is támadás alatt áll az emberi élet. Hát nem tudod azt mondani, hogy várjál ördög, hát te is menjél aludni, te is pihenjél, éjszaka, nem, ugyanúgy. Azt mondja, éjszakai félelmek jönnek. Hogyan? Nyilván gondolkozás által. Ezért beszéltem neked az elméről. Figyeld meg, hogy éjszaka, amikor jön ilyen éjszakai ijesztés, tuti biztos, hogy vannak gondolataid, amik befolyásolják a félelmet. És mondom, nekem is volt, többször elmondtam nektek, de megint hadd ismételjem meg, volt egyszer régen olyan ügy, mert nem, nem tudtam aludni. Jogi ügy kerekedhet belőle, ilyen ügy, olyan. Tehát semmi olyan ö, ö, dolog nem volt, viszont mégis tehát fenyegetés alatt volt az ember, ilyen, olyan dolgok a jogi ügyekkel, és jön az embere, fészkelődik, forgolódik, nem jön álom a szemére, az érzelmei e, dolgoznak, a gondolatok pörögnek, ilyen azt lehet észrevenni, hogy nemhogy hogy e, lassulnának a gondolatok, hanem pörögnek, egymás után vagy öt gondolat egyszerre ott van az emberben, nem tudom, hogy hogyan, pedig előtte napközben alig tudsz egy dologra <laughs> koncentrálni, és e, ott meg pörög az embernek a fejében a gondolatok, és emlékszem, hogy úgy tudtam megszabadulni tőle, hogy hajnal négy óra fele kimentem, a, a akkor még nem születtek meg az ikrek, és dolgo, az a kis dolgozó szobát azt lehetett használni, e, aztán már az se volt, csak az előtérbe volt az íróasztal elhelyezve, mert <laughs> kicsi volt a ház, és kimentem, és ez csak leültem, és ez csak eszembe jutott az, hogy, hogy ne gondolja a nyomorral, mert nincs mit félned. És akkor jutott eszembe, hogy, és ott helybe, ja, hát a félelmeimnek az erősségét befolyásolják a gondolatok. És ha megengedem a gondolatnak, hogy ott fészket verjen bennem, akkor a félelem erős bennem. És ott helyben letettem a gondol, tehát a, a, félelmet leszámoltam, nem fogok rá gondolni. És ahogy eljutottam ez, olyan öröm szabadult fel, hogy vagy egy órát nevettem a Szent Szellem, hajnal négytől ötig. <laughs> Végig nevettem azt az egy órát, és a végére felszabadultam. És hallod, nem történt olyan nagy változás, fizikailag semmi változás nem történt, de ott helyben belül megoldódott bennem minden. És egy, egy, békesség jött az életembe, és az volt a jó, hogy, hogy onnantól kezdve meg is oldottak a problémák is. Valahogy Istennek a keze bele tudott helyezkedni abba a dologba, és megoldódott. És gondold el, hogyha viszont végig aggodalmaskodod, végig félelemmel vagy, hallod a stressz, az betegséget is előhoz. Sok keresztény, vagy világi ember is, vagy így mondva az embereknek, a többsége stressz, félelem, aggodalom miatt lebetegszenek. És nem tudnak megszabadulni betegségektől. Azt mondja itt Isten igéje, nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. A nappal, éjszaka és nappal, utána azt mondja a dögvész, amely a homályban jár, döghalál, amely délben pusztít. Hallod, mit mond az ige? Éjszaka is van támadás, nappal is van támadás, hajnalban is van támadás, délben is van támadás. Hallod, átöleli az egész napot. És mégis azt mondja Isten igye, nem kell félned. Nem félsz. Miért? Szofóniás könyve mit mond? Harmadik fejezet, 14. verszaka. Verszakától olvasom. Mit ajánl Isten igéje a félelem helyett? Azt mondja, énekelj Sionnak lánya, Dicséret. Hallod, ezt ajánlja Isten igéje. Alkalmazd, és meglátod, hogy működni fog. Énekelj Sionnak lánya, harsog Izrael, örvendj, teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem lánya. Látod megint teljes szívvel, nem úgy, hogy jaj, dicsérlek, uram. Jézus tette szíveinkre ezt a dal. Nem, teljes szívvel. Az ember teljes szívéből örvendjen és vigadjon. Azt mondta, nincs hozzá kedvem, hát te nem tudod, milyen helyzetben vagyok. Isten azt mondta, akármilyen helyzetben vagy, dicsérd az urat. Akarsz szabadulást, vagy nem akarsz? Nem az érzelmeid alapján fog jönni a szabadulás hanem a hited alapján, az örömöd alapján, hogy Jézus Krisztus az út, az élet és az igazság, hogy az utat elkészítette az Úr, hogy Isten országa az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent szellemtől való öröm. Ha szeretnéd, hogy Isten uralma megvalósuljon az életedbe, befolyásolja az életed területeit, akkor tessék igazságba járni, tessék békességbe járni, és öröm legyen az életedben. Azt mondja, megváltoztatta az úr a te ítéletedet. Hallod? Elfordította ellenségedet. Ha csak Isten az, aki egy kanyart tud az ellenségednek oda helyezni. Lehet, hogy az ördög jön pusztító erővel, és ezt csak azt fogja tapasztalni, hogy ott van az oltalom, a pajzs, a páncél te előtted, és elhajtja azokat a pusztító erőket az életedből. Azt mondja, megváltoztatta az ítéletedet. Nem megváltoztatta? Ad az életünknek az ítéletét. Azt, hogy a végén nem azt kell majd hallani, hogy kárhozat, gyehenna, örökké való kározat. Hallod, nem ezt kell hallani, hanem a végén azt mondja, elváltoztatta az ítéletedet, megváltoztatta és elfordította az ellenséget. Mit jelent ez? Amikor oda fogsz állni, és végig csinálod ezt a küzdelmet, és oda fogsz állni, akkor azt mondja az úr, gyere, hűszolgám, kevesen voltál, gyere be a te uradnak az örömébe, az azt jelenti, hogy az Úr az örül. Öröme van neki. Hallod, a mi nyomorúságaink, bajaink, szenvedéseink, ha Isten olyan együtt érez, de mégis örül. Nem a szenvedésünknek, hanem az élet. Az élet az öröm. Az igazi élet. Ez a szem, hogyha szenvedést tapasztalunk, és nem örülünk, az azt jelenti, hogy a létezünk csak. De az igazi élet abban öröm van, és Istenben igazi élet van, és ezt az igazi életet hozta el a földre, hogy Te is én, ma beteljesedjünk ezzel az élettel. Amen. Hallod, hogy ne csak létezzél, ne csak legyél, az is jó. Az élet valahogy olyan, hogy az ember él, élni szeret, nem? Már csak úgy van, az is jó. Tudom, tele van az élet problémákkal. De mégis leülsz a teraszra, kimész az erkére, kinyitod a napozóágyat, és lefekszel, nézel fölfele, és már jó lenni, csak úgy. Csak létezi az életben, hogy csak úgy vagy, már az jó. A többi az eltereli a figyelmedet. <laughs> az összes többi probléma, gond, baj, nehézség az eltereli az embernek a figyelmét, csak az is jó, csak van az ember. Ha csak úgy van, érted? Csak úgy. És a létezés, az élet, tehát az igazi életben ez a fajta öröm van benne. És, és ez az, amire azt mondja, hogy, hogy az ellenség, hallod a sátánban nincs élet. Istenben van élet csak. Te benned és én bennem ugyanaz az élet van benne, mint ami Istenben van. <laughs> és hallod, ugyan ez az élet itt a Földön is, amíg bennünk van ez az élet, létrehozza, a mennyből hozza át hozzánk azokat a dolgokat, hogy valami élhetőbbé váljon körülöttünk. Érted? Még akkor is, hogyha a sátán mindent pusztítani akar, rombolni akar, tönkre akar zúzni mindent, de hallod, van a bensődben egy csoda forrás, ami össze van kötve a mennyei élettel, és ez az élet, hogy átjön brólad a körülményeidbe, az életteredbe, elkezd változásokat hozni. És ebbe bízzál, az Úrba bízál. Hogy, hogy, ilyen életet helyezett beléd. Jézus ezt az életet hozta ide. Hadd, annál rosszabb körülmény nincs, hogy állatok között megszületni. <laughs> Utána euh, migránsként élni egy másik helyen. Hát Jézus ezeket, tehát ő ennyi nekem ment át, mégis az a mennyei élet létrehozott olyan életkörülményeket, ami, teljesen boldoggá élhetővé tette Jézus számára az életet, még a sok üldöztetés, bajok és egyéb dolgokon együtt is létrejött. Mégis ez az élet létrehozta azt, hogy a, a jászolban való megszületéskor hozták az aranyládikát is, a mirhát, az aranyat, a... Hogy? Azt is. De <laughs> Tehát hozta magával az élet, akiben ott van az élet, az élet úgy fog megnyilvánulni, hogy a problémákra, a nehézségekre, a bajokra is megoldást hoz. Hallod, akármilyen nehézségbe vagy most benne, tudd meg, hogy az Isten életében benne van a megoldás, és benne van a szabadulásod az Isten életében. Azt mondja, utána úgy folytatja, azon a napon, hogy igen, megváltoztatja az ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya. Az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Hallod, Isten megszabadít a gonosztól. Ahogy mondta Jézus is az imába, mi atyánk, szabadíts meg a gonosztól. Utána úgy folytatja, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj! Hallod, én is ezt mondom neked. Ne félj! Hadd halljak egy ámenter. Na, köszi. Azt mondja, ne lankadjanak a kezeid! Miért? Mert ha félsz, nem fog semmit se csinálni. És azt mondja, le fog, el fog lankadni a kezed. Le a kezed, mert passzivitásba visz bele a félelem. A legtöbb betegség passzivitásnak az alapja, az a szorongás, a félelem, az aggodalmaskodás, a stressz. És azt mondja, ne félj, Sion, ne lankadjanak a kezeid. Hát az Úr, a te Istenet közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel. Hald Isten, te rajtad örül vigadozik a mennyben. Te szomorkodsz, ő megörül. Ha itt van a gyermekem, ő is ide fog jönni, ő is a családomnak a része. Lehet, hogy egy kicsit fekete bárány. Lehet, hogy, hogy te, tekergőzik az útjaiban, de mégis Isten a jó pásztort utánat küldte. Mégis megtalál a jó pásztor, mégis felvesz, azt mondja, azt mondja, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. A mi Istenünk megtartó. Hallod, de most benne vagy, és nehéz, és nem látod, hogy lesz. Mi lesz majd? Hogy fog majd ez az egész alakulni? Tudd meg, a mi Istenünk erős. Tudd meg, hogy a mi Istenünk megtart. Hallod? Meg fogsz maradni. Megmaradsz. És ráadásul azt mondja, örül-te rajtad örömmel. Látod, egy ilyen emberen is, mint amilyen te vagy. Lehet, hogy más emberek nem tudnak örülni te, te rajtad, te miattad, de mégis az úr örül-te rajtad, azt mondja, hallgat az ő szerelmében. Azt mondja, olyan szerelmes beléd az Úr, hogy, hogy hallgat a szerelmében. Isten azt mondja, énekléssel örvendez neked. Még dudorászik is az Úr. Énekel, dudorászik és örvendezik neked. Tehát ezért azt mondja, és mit mond, figyelj, 19. versszak Íme én elbánok minden te nyomorgatóddal abban az időben. És megtartom a sántát, tehát akkor egy bicebóca az úrnak az útján, de akár aki fizikailag is sánta, hogy az úr meggyógyítja. De ugye keresztények az utolsó időkben, ugye, hogy a sötétség jön le, ugye a szüzek is egyik részük alszik, és nem, hogy egyik részük alszik, gyakorlatilag mindenki elszundikál. Tehát az utolsó időben ilyen, ilyen furcsa időszak van, hogy ilyen szundikálós időszak, sántás időszak, az egyik el, erre megy, arra megy, de nézd meg azt, mondja Isten igéje, hogy megtartom, megtartom a sántát, és összeszedem a szétszortakat. Tehát az utolsó időben Istennek van egy programja, az a programja, hogy a sántákat visszahozza az egyenes útra, és megtartja. Utána azt mondja, akik meg szét voltak szorva, azok után is utána megy, és összeszedi a szétszortakat is. Ezt nem, mi nem tudunk ilyet csinálni, de azt meg tudja csinálni. Most az, hogy ki miatt, hogy szórodtak szét, hogy lett szétszórodás, hogy lett ez az egész, mi van-e mögött, ember, csomó emberi dolog, de mégis Istennek van egy ilyen programja, ahogy Izrael törzseivel kapcsolatban is, és Izrael népével kapcsolatban, ugyanígy a keresztényekkel kapcsolatban is. Ez azt jelenti, hogy az utolsó időben szétszóródik Istennek a népe, a, hát a gyülekezet, keresztények, hívők, de mégis Isten összeszedi, és összegyűjti. Azt mondja, híresekké és nevesekké teszem őket az ő gyaláztatáknak, gyalázatuknak egész földjén. Nézzétek meg, hány híres, hány neves ember van Izrael fiai közül, Nobel-díjasoktól kezdve, írókon, színészeken keresztül, producereken keresztül, és még az életnek egy csomó területébe. De emberek, ez nem csak Izraelre vonatkozik, ez rád is, rám is vonatkozik. Hallod, Isten közületek, kö, közületek is, közületek is akar ilyen embereket támasztani, hogy híresek legyenek, nevesek legyenek. Hát látom, nem nagyon fülik hozzá a fogatok. <laughs> Ugye, mert a Hírességgel is, meg a neve, ne, névvel is, azért járnak bonyodalmak, problémák, nehézségek, de hát ez ez van, tehát ez, ez ki kell bírni. Azt mondja, abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké, és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között mikor megfordítom a ti fogságotokat, a ti szemetek előtt, ezt mondja az Úr. Hallod, de most nem azért, de a, a, ha megnézed a Isten embereit, hát most lehetne sorolni, érted, ott van például a Smith Hát most ki volt ő igazából? Hát egy, egy parasz gyerek volt, tehát hat évesen dolgozott kinn a földeken, utána egy vízcsőszerelő lett. És, és hallod? És így ilyen háttérből az úr felemelte. Tehát az úr szereti a vízgásszerelőket, és szereti felemelni őket. Na jó, áttérek, a, vagy ott van a, ebből nem fogok jól kijönni, hogy ebben belebúnyolodok. Vagy ott van a Brehem, William Brehem. Olyan szülei voltak, hogy tehát, tehát favágók, érted, erdőben éltek, nem tudott még, még beszélni se normálisan, meg ugye ezek az emberek még olvasni se tudtak. Go tehát annak, abban az időben oda ment volna valaki hozzájuk, és azt mondják, hogy nem tudod, hogy ez a kisgyerek ebből egy híres ember lesz, és még Európában is ismerni fogják a nevét. Mindenki nézett, hogy hülye vagy. Hát érted, hát most hogy? Hát ez... ez, ez. De ilyen hallod, és, és nézd meg a Isten embereit Kenethegén, Há' honnan tudhattad volna, hogy egy híres neves ember lesz, vagy Derek Prins? De ott van Sándor is, német Sándor is, itt egy faluból, zalából, egy faluból megszületik az ember, vagy ott megszületik. Honnan gondol, gondol kimondta volna, hogy, hogy egy híres neves ember lesz belőle? Nem? Hát tehát látjátok, hogy Isten felemel, oda nyúl emberhez, felkeni, és hallod, jön a fele, felemelkedés az embernek az életébe. És persze ilyenkor lehet azt mondani, de miért ő? Hát miért én sokkal jobb vagyok, mint ő. Ugye, mert az emberekben jön egy ilyen is, hogy hát de most miért, ilyet én is tudok. Hát, te nem tudsz, mert ahhoz kenet kell. És Isten adja a kenetet. Mindenki csak annyit tud csinálni, amit a mennyből kap. Többet nem tud csinálni. Lehet, hogy nagy az akarás, de a nagy akarással, vagy hogy mondják? Na, igen. Tehát, mert a kenet, kenet tudja felemelni az ember. Csak a kenettel együtt kell dolgozni. A kenettel együtt kell csinálni a dolgokat. Ahhoz, hogy Isten ha hasson rajtad keresztül. Mert a kenet csinálja azt meg, nem te, hát te nem tudsz így gyógyítani, nem? Hát oda megy, Jézus oda ment vala, ki akar meggyógyulni? Betesd a tavánál széjjel jár. Hát, he, te, meg akarsz gyógyulni? Nagyon na járjál. Hát mikor csináltál te ilyet? Vagy a, vagy a Lázár sírjához oda megy, érted, negyednapos, Lázár, gyere ki! Hát ilyenek előtt még ott állunk, hogy ilyeneket azért jó lenne. Hát valami ilyesmiket azért azért látni, megtapasztalni. Már Jézus azt mondta, hogy ti is tudtok ilyet csinálni. Nem azt mondta, aki hisz én bennem. Olvastad? Aki hisz én bennem. Ki az, akit hisz Jézusban? Hallod, azt mondta Jézus, ezt Jézus mondta. Az is ugyanazokat cselekszi, mint ő. De tudod, mi miért nem cselekesszük? Mert mi el vagyunk foglalva magunk dolgaival. Mi el vagyunk foglalva az, hogy hát, még előbb ezt kell csinálni, még azt kell, erről nem mondok le, oda nem megyek el, most fáradt vagyok, most a családdal kell lenni, most ez és nincs csoda. Jézus azt mondta a tanítványok, hogy gyere, kövess engem. De Jézus, a fáradt vagyok. <laughs> Mosom a hálókat. Most nem jó, apám, mit szól hozzá? Hát most, most ö, jöttünk ki a tengerből, ről, most hajoztunk ki. Vagy a másik most temettek, hát most menjek el veled. Ember, ezzel jár. Ez a tanítványság. Ez a követése Jézusnak. És ez a kemény. Mert csodálkozunk, miért nincs ilyen? Hát van olyan ember, aki megfizeti az árát. Mert ha van, lesznek ilyenek, és látunk ilyeneket. Ha nincs, akkor... Tehát azt mondja itt, hogy példabeszédek 26 2 ugye? Most azt néztük, hogy nem ijedsz meg, a, nem félhetsz az éjszakai ijesztéssel. Most nézzük a repülő nyilat nappal. Repül repül. Ez nem a félelemről szól, ez az átkokról szól. Példabeszédek 26.2. Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül. Ugyanígy az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Amen. Mit akar itt mondani az igen? Látsz madarakat az égen? Hát legalábbis régebben több, több fecskét lehetett látni. Nem? Nyaranta sokkal több fecske. Legalábbis nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de tehát régebben sokkal több fecske volt. Sokkal... tehát a madarakat látod. Így vannak az átkok is. Hald az égen, fölöttünk, rebdesnek az átkok. Rebdesnek. Tehát ennek ez, ez azt mondja, tehát itt nem arról van szó, hogy nincsenek átkok, hanem arról van szó, hogy az átkok rebdesnek. És azt mondja, az ok nélkül való átok az nem száll rá az emberre. De az átkok rebdesnek. Miért tudod, hogy ki mit mondott rólad? Hogy gondolkozik rólad? Milyen érzelmekkel van, vannak veled kapcsolatban emberek? Tudsz róla? Nem. Miket mondanak rólad? Nem tudod. Mondanak jót is, rosszat is. Biztos, hogy mondanak rosszat. Azt mondja még, a salamon annyira józan volt ebbe, azt mondja, ne úgy mindent meg akarj hallani, mert a végén meghalod, amikor a szolgád átkoz téged. Tehát még az is, aki ott van az ember mellett, még az is kimondhat olyat. Tehát Ilyenek vagyunk mi emberek. Olyan félreértések vannak. Onnantól kezdve, és mit tudsz csinálni? Érted, egy félreértés. Utána úgy fognak rád emlékezni, még csinálsz egy, egy balhét, még 5-6 éven keresztül biztos úgy emlékeznek rád. És mindenki, aki emlékszik, gondolkozik, beszél, érez, az nyomja azt a neg negatív kisugárzást el, aki meg életében nem felejt, mint az elefánt, <laughs> vagy könnyen felejt, akkor legyen olyan, mint az elefánt. De van, aki élete végéig nyomja a kisugárzást, repdes, rep, röptetik a madarakat fölötted. Vannak ilyenek is. És azt mondja, hogy a repülő nyíltól nappal nem kell félned. Miért? Miért nem kell félned? Mert nem tud rátszállni, mert az Úr megoldotta azt, hogy ne tudjon rátszállni. Hallod, az a, a. És itt mondja egy másik helyen, Zakariás könyvében, az ötödik, ötödik, mert ok nélkül való átok nem száll az emberre. Hallod, egyedül az Úr tudja az okot kihúzni. Az, átok, a, az, átokból. Tehát még ha lenne is oka, de ha te bízol az Úrban, elfogadod Jézus Krisztus váltság áldozatát, az átok, ok, oka fogyottá válik az életedben. Azt mondja a Zakariás könyve, 5. fejezet első verszak. Aztán ismét felemeltem a szemeimet, és láttam, hogy íme egy könyv repül. Tehát látod, az előbb is az repülő nyíl nappal. Az átok is repül, mint a fecskék és a madarak, csak nem tudnak leszállni ok nélkül. És itt is azt látod, hogy repül egy könyv. De nem azért, mert a feleséget fejére vágtad, vagy a feleséged oda vágta hozzád, hanem repül egy könyv, és mondta nekem, mit látsz? Mondtam, látok egy repülőkönyvet. Azt mondja, körülbelül 10 méter a hossza, és körülbelül 5 méter a széle. Tehát széles. Tehát körülbelül egy 10 méter hosszú, kö, tehát tekercs, és ki van nyitva, ahogy repül, és 10 méter hosszan, és 5 méter szélesen. Tehát széles ez a tekercs, ami repül. És azt mondja, és mondta nekem, ez az átok, kihat az egész föld színére. Tehát van egy átok, ami kihat az egész föld színére. Tehát tényleg úgy vannak mint a, ez az átok, mint a madarak, hogy ott repdesnek. Ugyanígy van az átok is, hogy ott van a föld felett, repdes, de nem kell, hogy nálad szálljon le, Valód nem kell, hogy rajtad megnyugodjon ez az átok. Azt mondja, kihat az egész föld szélére, és ugye elmondja, hogy mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni. Mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiírtatni. Kibocsájtom ezt, és a többi, és a többi. De mit, mit akar? Látod, hogy megint oka lett annak, hogy le tudott szállni az átok. Ott van, és az egész föld szellemi magaslatait körbefonja az átok, de nem kell, hogy leszálljon ránk. Miért? Mert a Kolossi levél második fejezete azt mondja, hogy eltörölte Jézus a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Tehát ezeket az átkokat. Mit csinált ezzel, ami ellenünkre volt nekünk? Eltette az útból, oda szegezte azt a keresztfára. Tehát emberek, az ok, ami kiüresíti ki az átok működését, az a keresztfám való. A keresztfám van a Jézus Krisztus, aki oda felvitte a golgotai keresztfára az ellenünk szóló kézírást, és ő maga oda lett szegezve Jézussal a keresztfára, és így fegyverzi le a fejedelemseket és a hatalmasságukat. Tehát az átok, műk, tehát ezek erők, amik működtetik az embernek az életében a sorsromboló erőket, de Jézus Krisztus ezt az átok listát ezt oda szegezte a keresztfára. És azt olvassuk a Galatta 3-ban, hogy Isten a názáreti Jézust átokká tette értünk, és hordozta az átkainkat, a törvénynek az átkát megszüntette az életünkbe, hogy mi rajtunk az Ábrám áldása működjön. Tehát a keresztfán, a kereszt az. Ha látsz valami ilyet az életedben, hivatkozz a keresztfára. Hivatkozz Jézusra. Mondd meg, hogy átok, sors, romboló erő neked nincs között hozzám. Mert Jézus téged odafeszített a Golgotai keresztfára, és a büntetést ő hordoztál. Én érdemlem meg, de ő hordozta el a büntetésemet. Következő a dögvész, amely a homályban jár, ugye itt eredetiben csapás, romlás, pusztulás és halál. Tehát ez van itt. Amikor a romboló tevékenység van, pusztító tevékenység van az ember életében, az a lényege, hogy tönkre tegyen. Tehát van ilyen emberileg, munkában, anyagilag, minden szempontból, hogy tönkre menjél. És ugye itt, itt, azt mondja Isten igéje, hogy, hogy a pusztító, a tolvaj nem egyébért jön, csak hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Hallod, de ő az életünknek az ellensége. Ha akarod, ha nem. Van tolvaj, az egész emberiségnek van tolvaja, akinek az a pusztító szándéka lopjon, öljön, tönkretegyen, pusztítson. Minden pusztító erő, minden tönkretevő erő mögött a tolvaj van ott. Nem az emberek akarnak téged tönkretenni. Az embereket használja ez a tolvaj, hogy tönkretegyenek téged, ha embereken keresztül ez. De nem ő, tehát nem az akarata, nem nála van, hanem őt használja ez a tolvaj. Neked azzal a tolvajjal kell elbánnod, hogy az az ember befejezze, vagy megszüntesse, vagy valamilyen oknál fogva megváltoztassa a tevékenységét. Ha sikerül az őt energizáló erőt kiszorítani, akkor meg, változ, meg fog változni a helyzeted. Ilyen volt Izrael Eszteréknek az idejében, hogy egy pusztító ember, a tolvajnak az embere felkerült ugye ahasvérus mellé. És ártó szándéka lett a zsidókkal szemben, a zsidó néppel szemben. Na és mit tudsz csinálni, amikor a király mellett olyan emberek vannak, akik ártani akarnak neked, akik tönkre akarnak tenni, mit tudsz csinálni? Nincs befolyásod a királyra, meg se hallgatnak téged, mit tudsz csinálni? De mégis a tönkretevő erők működnek. És kitalálta Eszter és a Márdokeus, hogy bőjtölünk három napot. És nézd meg, hogy mennyire fontos volt az, hogy normális hozzáállással legyen Márdokeusnak a királyhoz, mert igazából ez hozott szabadító erő, tehát szabadulást, a normális hozzáállása. Ugye megakadályozott egy merényletet. Nem azt mondtam, na ez a hasvérus elvette a, a, lány, a, a ö, nevelt lányomat, ugye, aki a unokahuga volt, és, és különben is mit akar, hát milyen parázna ember, érted, itt, itt háreme van, meg mindenféle, hát hadd halljunk meg. Nem így állt hozzá, hanem tisztelte a tekintélyeket. És megmentette merényletből, merénylettől a királyt, és ezt felírták. És csak nem számították be neki. És normális hozzáállása volt. És amikor eljött annak az ideje, hogy nem tudnak más csinálni, akkor leülnek bőjtölni, imádkozni. Akkor egyszer csak ott felragyogott a világosságuk. És ráirányította a királynak, a ráfókuszálta a királynak a figyelmét. Mit csinált ez az ember? És nem is utalmaztuk meg ezt az embert? Tehát, hogy nem keserű volt Márdokeus, Lehetett volna az is, persze, itt van, itt van a királyt, megmentettem, mert én mennyi jót tettem én a királlyal, és még meg se jutalmaz érte. Nem így volt. Hallod, a megjutalmazás az úrtól van. Te csináld, ami a hűséggel éljél. jó éljél a földön. Tedd meg, amit te meg tudsz csinálni a földön. Tegyél jót ezen a földön. Az, hogy mikor, mikor van az aratás, a jutalmazás, az Isten tudja. Ha itt a Földön nincs, majd lesz a mennyben. De hát nem mi, nem kell azért belekeserednünk az életbe. Nem? És jön az idők, és ott felhozta az igazságát a bőjtölésnek. Egyébként ez is, ha megnézitek az Ézsaiás 58-ban, ugye a bőjtölésnek ez is az eredménye. Gyorsan, a felvirágzik a gyógyulásod, tehát felgyorsul a gyógyulásnak az időtartama, vagy felhozza az igazságodat, mint a delet. Tehát addig nem hozta fel az igazságát a, a, a Márdokeusnak, de amikor bőjtölt, akkor a figyelem ráterelődött, és felhozta az igazságát. És az a pont megváltoztatta az egész menetet, és a pusztító erők visszahatottak, saját magukra ütöttek vissza a pusztító erők. Tudjátok, mi nincs sok szabadulás a keresztényeknél? Mert a keresztények ahelyett, hogy nyugton várnának, és akár bőjtölnének, de nem, nem azért bőjtölnek, hogy, hogy, na majd a király észrevegye, mert nem ezért bőjtöltek az eszterék se, hanem az, hogy Isten nagyon szabadulást. Ezért bőjtöltek. Tehát nem, a bőtöt nem használták fel szellemi célra. Mármint úgy, hogy, 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 az embereket varázslás alá helyezzék. Én voltam már így, hogy, hogy, valakivel még régebben olyan helyzet alakult, és, és úgy éreztem, hogy úgy, úgy ment bennem az, hogy, Á, bocsánatot kéne, azért mégiscsak bocsánatot kéne kérni. Jó, akkor bocsánatot kérek. Tehát, hogyha et, ezen múlik, tehát én nem fogok ezen, eh, hogy hívják, hogy csinálni. Elmentem, találkoztam vele, és akkor bocsánatot kértem, és akkor mondta, hogy ezért bőjtölt már egy hete, hogy bocsánatot kérjek. Mondom, hülye leszek legközelebb, bocsánatot kérni. Tehát a bőjtölés nem ezért van. Tehát a, a vagy akár, hogy a bölcsebb, akkor nem is mondja el. akkor nem derül ki. De a bőtölés nem azért van, hogy a, hogy, hogy, a szellemileg egy terhet helyezzek rá a másikra, hogy, hogy, ő azt csinálja, amit én szeretnék. Tehát ez nem, ez nem az. Tehát ez, ne, ez nem az. Nem azt hozza létre, mint ami az, a, a miért van a bőjtölés. Van ilyen. Tehát vannak az imákkal, bőjtölésekkel, tehát szellemi dolgokkal vannak keresztények, akik varázslásra használják ezeket a tevékenys, szellemi tevékenységeket, hogy a másikra nyomást helyezzenek, terhet nehezzenek, az, helyezzenek, az érzelmeik ráhelyezzenek. Ezt felejtsd el, ahol többet ártasz magadnak ezzel, mint használsz. Tehát azért, hogyha meg akarsz szabadulni, menjen a bőjt, érted? De az, hogy másikat a te akaratodnak befolyásolt, az legyen meg az úrnak az akarata. És tehát, ugye a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, őjén és pusztítson. És Például a példabeszédek könyve harmadik fejezet 21. verszakától. Nézzétek meg, mi szabadít meg a tolvajnak a pusztításától. Nézzétek meg, mi szabadít meg a romboló károsztató erőktől. Azt mondja, fiam, ne távozzanak el a szemeidtől, ugye a, az Isten igéje, őrizd meg az igaz bölcsességet és meggondolást. Miért? mert lesznek ezek élet a te lelkednek, kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Tehát ha bölcsesség és meggondolás van, hallod, nem kell rögtön reagálnod. Én is elrontottam már dolgokat, amikor nagy nyomás alatt voltam, vagy egy évvel ezelőtt körülbelül, és hülyeséget csinál az ember, hogyha nagy nyomás hatására rögtön reagál. Le jó csendben maradni, nyugodt vagy, lenyugszol, lecsitítod az érzéseidet, lenyugtatod magad, most magamnak mondom, és nem csinálsz semmit, csak ülsz. És nem foglalkozol, kiiktatod a gondolkozásodból a dolgokat mindenhonnan, és megoldódik magától. Érted? Míg, hogyha az ember beleavatkozik, az igazságát keresi abban, és a többi és többi, sokkal többet árt az egész helyzetben. Ezért mondja azt, hogy ilyen nyugi, nyugtasd le magad, bátorsággal fogod járni az utadat, ha bölcs vagy, ha van meggondolás nálad, akkor ez élet lesz a lelkednek kedvesség lesz, mert akkor olyat csinálsz, hogyha nincs meggondolás, nincs bölcsesség, csinálsz valamit, az nem a kedvességnek a megnyilvánulása lesz, hanem a bolondságnak. És azt mondja, bátran fogod járni az utadat, a lábadat meg nem ütöd, mikor lefekszel, nem rettegsz. Hát az előbb azt olvastuk a 91. Zsoltárban, hogy éjjeli ijesztés. Itt meg azt mondja, ha bölcsességet befogadod, ha megfontolás tudománya ott van benned, azt mondja, lefekszel, és nem félsz. Azt mondja, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Tudtad, hogy be lehet folyásolni az álmot? Tudtad, hogy be lehet, nem a bablevessel, nem arra gondoltam, meg a ez esti szalonnázás, meg zsíros dolgokkal, hanem bölcsességgel, tudományjal. Ha feltúr, feltuningolod az elmédet, a szívedet bölcsességgel, tudományjal, akkor befolyásolja az álmodat is. Ha szeretnél édes álmot, gyönyörűséges álmot, akkor bölcsesség kell ehhez, megfontolás kell ehhez. És azt mondja, ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljön, ha eljön, ha éppen úgy áll a helyzet, hogy a sátáns kispécizett magának, vagy az emberek kispéciztek maguknak, azt mondja, nem, ne félj a hirtelen való félelemtől, a gonoszok pusztításától. Ha eljön, miért? Mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságból. Tehát az úrban való bizalom az, ami megőriz. A gonosznak a tevékenységétől, pusztító erőktől, és ezt tudod mi az alapja ennek az egésznek, hogy a pusztulástól nem félsz, a báránynak a vére. Hogy amikor Izrael fiaihoz és Egyiptom földjére rángatta Isten a pusztított, előtte, Adott szabadulást Izrael fiainak. Azáltal, hogy azt mondta: figyeljetek, fogjatok bárányt magatoknak, vegyetek bárányt, legyen nálatok 14 napig, öljétek meg, a vérét tegyétek az ajtófélfára. És a pusztító, amikor el fog jönni, meg fogja látni a vért az ajtóitokon. És az Úr nem fogja beengedni a pusztítót, hogy öldököljön és pusztítson, hanem megusszátok ezt az egészet. Amiben mások belepusztulnak, te túléled, sikeres leszel, mert azon az éjjel még ráadásul meg is gazdagodtak. Nem, hogy nem haltak meg az első szülöttek Egyiptomban, hanem azon az éjjel lettek gazdagok Izrael fiai. Hallod? A báránynak a vére a bárány vére miatt nem tud a pusztító hozzád érni. Lehet, hogy jön a pusztítás. Lehet, hogy jön a gonoszok pusztítása. De a bárány vére miatt nem fog ez a pusztító elérni téged. Ezért jó az úrvacsorát venni. Ezért jó újra és újra, újra és újra úrvacsorát venni. Mert a vér, a Jézus vérével való kapcsolatunk, Elkezd. tehát a részesévé válunk Jézus vérének, részesévé válunk Jézus testének, és ez az, ami a pusztítót az életünkből kiteszi. És utána, ugye azt mondja, nem félhetsz a döghaláltól délben, erről majd fogok beszélni később, betegséggel kapcsolatban. És ugye úgy folytatja utána a 91. Zsoltár, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít, miért? Bizony, szemeiddel nézed, bizony. Az, amikor ezt olvasod a Bibliában, bizony. Amikor Jézus azt mondja, bizony, bizony. Ez azt jelenti, hogy teljesen biztosan így van. És mi van teljesen biztosan? Az, hogy szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Ez teljesen biztos, hogyha az Úrban van a bizodalmad. És, és ugye itt, itt, ez azért nagyon fontos, mert azt mondja Isten igéje máshol a 112. Zsoltárban, a 7. 8. verszakban, hogy semmi rossz hírtől nem fél. Semmi rossz hírtől nem fél. Semmi rossz lelettől nem fél. Tehát semmi rossz hírtől nem fél. Ez nagyon fontos, hogy az ember ne úgy nézze, hogy most, most mit írnak. Érted? hanem az, hogy ne féljen a szíved. Ne féljen. Bízzál az Úrban. Ne féljen a szíved. A szíve erős, azt mondja a Zsoltáros. A szíve erős, az Úrban bizakodó. Amikor bízol az Úrban, a szíved erős lesz. Erős szívű leszel. Miért? Ahogy mondjam, a Mózesről, a zsidókhoz írt levél, hogy Mózes látta a láthatatlant. Erős szívű volt, mert látta a láthatatlant. Erős szívű volt, miért? Mert az Úrban bízott. Bizodalma volt az Úrban. És az, hogy a rendületlen, eredetiben egyébként azon, hogy rátámaszkodik az ő szíve. Tehát azt jelenti, hogy rendületlen, hogy az embernek a szíve, a szívének a teljes... Terhe, nyomá, tehát, tehát súlya rajta van az úrban. Ezt, ezt ugye jelenti a, a bizalom. Tehát rend, így válik az embernek a szíve bizakodottá, erőssé, hogy, hogy az egész teher nem ő hordozza a terhe, tehát ezért betegszenek meg az emberek. Mert ő hordozza a terhe, tehát bele lehet betegedni pszichiátri osztályra lehet jutni. Persze el lehet szökni onnan, ahogy olvassuk is. Németország, ugye kiengedték, nem tudom, hogy hogy élnek, hol élnek ezek az emberek. Pszichiátriai osztályú levő gyilkost elengedtek moziba. <laughs> Hallod? Gyilkost. Ez meg megszökött. Hát most képzeld el, most mi van ott. Érted? A pszichiáti osztályon levő beteget elengednek moziba. <laughs> hát ez, ez, oké, okay. most tehát ez azért durva, mert ezzel lehet nevetni, hogy ez vicc. De hát ez nem vicc. Hát ez, 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 ez most a normális. Ahogy láttatok a Pársi Olimpiával kapcsolatban, a német pszichiátriai esetem, és ki tudja, hát Norvégiában az a, sor, az a sorozatgyilkos, hát emberek, annak jobb dolga van, mint neked a lakásodba. Jobban fel van szerelve a, a börtöne, mint a te lakásod. Hallott, kitanult szakmákat, tovább tanult, hát, hát olyan jó dolga, most meg azért perjel, hogy most már engedjék már, mert ez már túl sok büntetés volt. Hát hol élünk? Egy óriási torzulás van. Sor, tehát gyilkost, pszichiátri osztályról kiengednek börtönből, vagy nem börtönből, pszichiátri osztályból moziba, mert moziba akart menni. Hát te már hány akartál moziba menni? És el se jutottál oda. ez egy komédia, meg nem, tragédia, ez egyszerre tragikomikus. Utolsó időbe, időben a nemzetek tragikomédiát élnek, hallod? Nem is kell színházba, mert vagy visszatérve. Tehát, tehát hallod, pszichiatrára kerülsz, érted, nem erős a szíved, nem, érted, tehát hordozod a terheket, hallod, az életnek a terhei nem azért vannak ember, hogy te hordjad. Hallod? Nem kell belebetegedni, nem kell megőrülni bele. Az életnek a nehézségei problémája azért van, add át, dát át az Úrra. Hát így van kitalálva ez az egész. És azért lesz egyre rosszabb az életünk, mert mi akarjuk megoldani, mi akarjuk hordani a terét, mi akarunk abban, élni. Tehát, tehát hogy megoldjuk, de nem tudjuk megoldani. Hát még a legkisebb dolgodat se tudod megoldani. Egy azt mondja Jézus, hogy még a fejed, ö, ö, hogy mondja, az aggodalmaskodása egy araszt nem tudsz növelni. Hát akkor mit akarsz? Hát a legkisebbet nem tudod megcsinálni. Ja, hogy az, hogy lemész a boltba vásárolni, azt még meg tudod tenni. De azt is csak azért tudod megtenni, mert még élsz. És micsoda, miért, útközben honnan tudod le, hogy mi, mi lehet? De persze ne legyen semmi. Csak hát mi vagyunk, hogy mi azt gondoljuk, hogy azért, mert, no, mert megy az élet... És persze jó így, hogyha így megy, hogy az ember nem azon gondolkozik, és rette kimegyek az utcára, az oroszlán megöl, ugye, ahogy a példabeszédek könyve mondja. Hogy, e, hanem, De ezt nekünk tudni kell, hogy az, hogy az akaratunk, a tervünket meg tudjuk csinálni, ez kegyelem. Ez kegyelem. Az, hogy elmertél nyaralni, az kegyelem. Az, hogy jól érezted magad, kegyelem. Az, hogy, hogy itt vagy ide el tudtunk jönni, és nem történt semmi, kegyelem. És persze nem kell begolyózni attól, hogy mi van, hogyha kimegyek és történik valaki. Mert nekem volt egy osztálytársam, a nagyon eh, erős fiú eh, fiú volt, tehát és, és neki ment olyan srácoknak is, akiket néztük, hogy ez nagyon erős frankú, és minden eh, okés. Tudod, vele, és hogy, hogy vagány srác. És évekkel később találkozunk, és így össze van zuhanva. Én nézem, hát nálam sokkal bátrabb volt, meg, meg minden. És mondom, mi van? Tudod, maga elén néz. Azt mondja, fél. Mondom, mitől félsz? Hát, hogyha kimegy az utcára, ráesik valami. Hát mondom, hát persze, ez benne van a pakliba, de hát, az, de hát nem ezen gondolkodik az ember. De hát akkor lehet, hogy elütik az a, az a zebránál. Hát, a ah, van, benne van a pakliba, de hát érted? De hát mégse ezen gondolkozik az ember. És hallod, egy roncs lett belőle, 20 évesen, egy vagány srácból belegabalyodott hogy meg lehet halni. Hát tényleg meg lehet halni. És belegabajodott ebbe, és, és összezuhant. És egy pszichiátriai eset lett belőle. Nem kell túl gondolni dolgokat. Kegyelem, hogy élünk, kegyelem, hogy vagyunk, és őrizzen meg az Úr bennünket, és reméljük, nem halunk bele az Mert a másik meg azért került pszichiátrára, mert mindenben démont kezdett látni. Így a démon, úgy a démon, húha. Uh, Én is azért úgy, úgy nagyjából, de <laughs> azért, tehát így, így azért kiátráltam ebből az egészből. De azért mindenben démont látott. Hallod, ott találta magát. Találkoztunk vele, olyan szelleminek tűnt az elején, olyan sok bizonysága volt, új, uh, ilyen volt, olyan volt, amolyan. És egyszerűen találkozunk évek múlva, mint a zombi, tudod, így, így ül. Hát biztos tudod, hogy gyógyszerekkel lenyugtatták. És mi a baj? Azt mondom, mindenben démont látott. Hát mondom, ezt hogy csináltad? Érted, azért, azért oda kell figyelni, az ember nem túlozza el, tehát kell, hogy legyen egy, egy bölcsességnek, hogy, hogy oké, okay, vannak igazságok, bibliai igazságok, de nem túlozza el az ember ezeket a dolgokat, hanem maguk helyén kezeli őket. Tehát nézd meg még, ebbe is bele tehát, Ha nem így csinálod, úgy, úgy csinálod. Tehát a szélsőségekbe bele lehet rokkanni. És akkor hogy csinálod de azt, hogy mégiscsak Isten, tehát hogy, hogy valamennyire mégis szélsőségesnek kell. Most úgy értem, hogy most jó értelemben, tehát nem, nem rossz értelemben, de jó értelemben mégis kell legyen egy, egy bizonyos szélsőségességnek, hogy Isten tudjon használni, mert a, mert a langyokat nem használja, azt mondja Jézus, hogy bár csak meleg lennél, vagy ne, legyél meleg, tehát vagy hideg, vagy hév, ha hév, tehát forró, vagy hideg. De azt mondja, se ez nem vagy, te meleg, vagy most mit kezdek vele, tehát ne se legyen, nem tudom, kiköplek. Te, te érted, de, de valamennyire kell, de szélsőségesnek, de a jóban, de nem, nem úgy, hogy beleőrül az ember abba, hanem megmaradsz egy normális embernek. És tehát erre figyelni kell, hogy az ember a terhét ráhelyezze az úra. Mert megmaradsz normális, ez a te lelki, tehát a pszichédnek kell, hogy normális ember, legyél normális pszichéjű embernek. És kell, hogy az emberek lássanak olyan embereket, mert ugye sokszor ugye mondjuk is, hogy, hogy jövünk valahonnan, a bolondokat válassza ki Isten, a nemtelenneket, a szegényeket, a nem tudom és a többi, és a több, kiket választ ki Isten. Ugye, hogy vannak csavarok az emberbe, tehát, hogy nem mindig százas embereket választ ki az Úr, mert, mert tudod, az, az kell azért meghallani az Úrnak a hangját, az meg bolondságnak tűnik a normális ész számára, Tehát, tehát sok csavart ember van az egyházba. <laughs> Hát ne így hát most, most... Hogy? Hogy? Ja igen, hát egymás közt vagyunk, tehát erről lehet így beszélni. Tehát, hogy ha én se voltam százas, de szerintem most se vagyok teljesen. De, de, hát ennyi kell, mert nem élvezed az életet. Tehát most érted, hogy, hogy, normálisan. De mégis az ember tanul a Bibliából. Tehát nem hülyébb lesz. <laughs> hanem, azért tanul. Érted? Tehát, hogy nem marad meg az ember onnan, ahonnan jött. Hanem fejlődik. Érted? És ez, ez az, ami... Tehát az, hogy, hogy normalizálódik. Jövök egy háttérből, és normálisabb leszek, mint ahonnan jöttem. És egy idő után észreveszed a különbséget onnan, ahonnan jöttél, és ahol vagy, hogy az már nem ugyanaz. Nem? És tehát ezért nagyon fontos átadni Istennek a terheket. Mert ha te hordozod, ha én hordozom, mi tönkre megyünk ebbe. Hát ki akar olyan lelkész lenni, hogy a végén olyan gyülekezet vezet, hogy a végén egy, egy lelki betegként mész nyugdíjba? Hát senki nem akar. Érted? És, a, és mit csinálnak a, a lelkészek? Hallgatják az embereknek a problémáit, mert ő valakinek csak el akarja mondani. És hallgatja, hallgatja, és végén. Hát mindenki csak a problémával keres. Ha valaki, már ennyi már kávézni, csak úgy beszélgetni. Érted? Tehát úgy, hogy nem semmi gyülekezet, semmi probléma, semmi különböző dolog, nem csak úgy az él, élni. Érted? De az emberek meg azt látják a lelkézben, hogy a problémát hadd mondja el neki. De az ember meg olyan hogy szeret élni, nem? Hát nem akar az ember másnak a kukás zsákja lenni. Tehát eltűnik az ember, jön egy másik lelk, mert annak tovább folytatjuk a... Tehát ez, meg kell tanulni az embernek a lelkét kezelni, hogy letenni a terhet, átadni az Úrnak a terhet. Nem a gyülekezet vezetőnek, hanem az Úrnak átadni azt a terhet. Érted? Mert akkor megoldódik, mert a gyülekezet az olyan, mint te, olyan ember, mint te. Hát mit tudok én többet, mint te? Hát olyan ember vagyok. Há, nem vagyok Isten. <laughs> ahogy énekli, ahogy hívják is. Nem, hogy nem születtem varázslónak, csodát tenni sem tudok. Nem? Hát nem tudok csodát tenni. Hát mit vársz tőlem? Ha Isten rajtam keresztül a kezem, rád megy, és a kenet átmegy, azt ő csinálja, nem én. Hát most miért? Szerinted egy, egy kéznek a rátevése, nem? Nem, egy kéznek a rátevése. Hát egy ember ráteszi a kezét. ha nem fogsz hosra esni attól amitől hasra esel, az az Istennek az ereje. Ha van ilyen, érted, akkor az Istennek az, az nem az a természetes ember. De várjál, hogyha ő van, és áthelyezhettem rá a terhemet, akkor ő meg is tudja oldani. A Bibliában nem azt, a Bibliában nem azt olvasod, helyezd a pásztorra a terhedet, ő gondot visel rólad. És nem engedi meg, hogy ingadozon az igaz. <laughs> Tehát ilyeneket, ilyeneket nem olvasol a Bibliában. Tehát nem az az ember fogja megoldani. Ember, ha az Úr nem oldja meg a problémádat, akkor senki. <laughs> nem, ez így van, akkor senki. Akkor senki nem oldja meg. De az Úr pont erről beszél a Biblia, hogy neki minden ereje megvan hozzá, hogy megoldja a problémádat minden ereje megvan. Hát akkor meg neki adom át. Hát ha ő megoldja, ha neki adom át, akkor bízom benne. Mert a bizalom az egy elvárás. Hallod a bizalom? Amikor az ember megbízik a másikba, akkor elvárja. Tehát van egy elvárása azzal az emberrel kapcsolatban. Ha van egy elvárása, viszont van egy, van egy rossz hírem tudsz csalódni is benne. Mert mi van, hogyha nem az elvárásodnak megfelelően fog csinálni valamit? Hát akkor csalódsz. És ugyanígy van nem csak embertársakkal, testvéri kapcsolatban, de gyülekezetvezetővel is így, hát csalódtam benne. Hát mit csalódtál, ember? Az elvárásodba csalódtál. Hát te nem ismerted őt úgy. Hát miért te ismersz? Te nem látsz engem rövid nadrágba. Mindig, mert, van egy elképzelés az embernek, mindig látják a pásztort, tudod, öltön, nyakkendő, vagy zakó, és ezt tudják képzelni, hogy van szabad idő is. És akkor megkérdezik a, a gyereket, ti egész nap imádkoztok? Persze, azt hiszed. Hát miért te egész nap imádkozol? És akkor vannak olyan elvárások. Jó, ja, nem. Hát akkor ez nem is szellemi. Hát miért most jöttél rá? Hát most így mondva, ilyen szuper szellemi. Hát érted? Hát mert nem erről szól az élet. És sokan úgy vannak a házasságon belül is. Majd együtt imádkozunk. Ember a házasság nem arról szól, hogy együtt imádkozunk. Először legyen ágyközösség. <laughs> asztalközösség és minden másfajta dolog is. Nem azt mondta a Biblia, és lesznek ketten először, egy, akkor egy testé, ha imádkoznak előtte együtt. Persze nyilván kihasználja az ember, ha már ketten egységben tudunk lenni, és így imádkozni minden dolog felől. Ha már a férje, hát azt szerintem ez a leg, legkisebb olyan egység, ami, amikor azt mondja Jézus, hogy ha ketten vagy hárm, ketten, egy Minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja, menje, atyám. Hát a legnagyobb esély ember a féred, meg a feleséged hogy egy akaraton legyél minden dolog felől, amit csak kérsz. A többi testvérel nem biztos, hogy minden dolog felől egy akaraton tudsz lenni. Tehát nagyon fontos, hogy nem is tudom, hogy ide hogy lyukadtunk ki, de mindegy ember, az a lényeg, legyen ágyközösség, ne fájjon a fejed. Hidd el, sokkal jobb lesz az élet másképp látod a világot. Azt mondja, igen, Mózes erős szívű volt, mert látta láthat, hat, hat, hat. Na jó. Ez volt a bevezetés. Akkor még befejezésül a 37. zsoltárból hagyolvassak fel. Tényleg egy normális ember. Tehát én azt nem értem, hogy hogy lehet az, hogy keresztények 10-20-30 év után, tehát, tehát becsavarodik a fejükbe. Nem normálisan élik az életüket, hanem olyan hülyeségek akadnak be a fejükbe, hogy élhetetlenné teszik az életüket. A házasságukat élhetetlenné teszik, és, és nem tudnak, hallod, menj el moziba, kapcsolódj ki, és akkor jól fogod érezni magad legalább egy kicsit. Érted? De... De... figyelni kell arra, hogy... Tehát... Na jó, 37. Zsoltár, és tényleg, tényleg röviden fogom ezt elmondani. Harmadik, negyedik verszak, és tovább folytatom majd bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Figyelj, gyönyörködjél az Úrban, és megadja szívet kéréseit. Hallod? Mi a különbség? Tehát az először az, a szívet kéréseit, nem az elmédnek a kéréseit, az Úr a szívedet nézi, és a szíved kérésére akar válaszolni. Itt azt mondja, bízzál az Úrba, tehát támaszkodj rá az Úrba, és azt mondja, gyönyörködjél az Úrban. A eredetibe azt jelenti, örömét leli. Hallod? Az Úrban leli az örömét. Hogy örülni tud az Úr személyének. És azt mondja, ha tudsz örülni, de azt mondod, de hát olyan próbában vagyok, nem tudok örülni. Ne a próbának körülj, ne a nehézségednek körülj, az Úr ugyanaz a kőszikla a próbádnak az elején, a közepén és a végén is. És ő azt akarja, hogy ő neki örülj, az ő személyének örüljél, és ha tudod örömet lelni az Úr személyében, akkor a szíved kérését megadja az Úr. Ami ott mélyen, amit meg se tudsz fogalmazni, hallod, ez egy döntés kérdése. Ezt most is meg tudod csinálni. Ki az, aki most bízik az Úrban? Halleluja. Ki az, aki most, tehát, tehát egy kicsit csendesedjünk le, tehát úgy, úgy értve, hogy nézz bele a szívedbe, mert ugye van ilyen, hogy az ember bele tud nézni a szívébe, és úgy, mint egy, egy tükörképet vissza tudja sugározni a szíve, vissza tudja sugározni, hogy mit lát. És, és most ebbe a pár percben meg tudod-e azt csinálni, hogy a szívedet ráhelyezed, a lényedet, és mindaz a probléma, nehézség, gond, baj, vagy akár mi is, ami körbevesz, és ha nincs is problémád, akkor sem magadban vagy, hanem át tudod helyezni az Úrra a szívedet. Mert ez a bizalom, hogy a támaszt. Tehát a szívednek nem a pénz a támasza, nem az, amit van, nem a vagyonod a támasza a szívednek. Vagy nem embertársak, barátok, pásztor, vagy befolyásos emberek, akik megoldják azt a helyzetet, vagy nem az orvos, a professzor. Tehát ebben az egy-két percben meg tudod-e azt csinálni, hogy helyezzük át a szívünknek a súlypontját, hogy támasz a kőszikla legyen az úr, aki soha meg nem rendül. A körülmények megrendülnek, az emberek megrendülhetnek, a pénz megrendülhet, a vagyon megrendülhet. De a kőszikla, az Úr, ő nem rendül meg. Tehát most helyezzük át, mondd utánam, mennyi atyám, én most a szívemet, a bensőmet, a lényemet, Rát helyezem. És én nem magamba kapaszkodok, nem a vagyonomba, pénzemben, emberekben, orvosokban, kapcsolatokban, hanem én most minden ilyet kiengedek a kezemből, nem bízok ezekbe. És most rád támaszkodok. A szívem most a szívemmel rád támaszkodok. Féldés, ha ez, ez megvan akkor azt mondja, hogy gyönyörködjél. Hát örömöt lejél az úrban. <laughs> Hallod, most már a súly nem rajtad van. Hallod, most már a teher nem rajtad van. Most nyugodtan felengedhetsz. <laughs> most nyugodtan a feszültséget. Kiengedheted, mert már nem tőled függ. Hallod? Engedd kell, engedd ki, most már nem tőled függ. És azt mondja az ige, gyönyörködjél! Örömöt, lelgy! Az Úrban! Öröm, ha rá tudod helyezni az Úrra a terhedet, és a szíved az Úrra tud támaszkodni, akkor öröm, öröm, öröm lesz a következmény ennek. Öröm. Felszabadulsz. Hogy tudod élvezni és tudsz gyönyörködni az úrban, az úr személyében. Tudtad, hogy az úr nem olyan, mint a gyülekezet vezetőd? tudsz örülni. Gyönyörködni tudsz az Úrban. És azt mondja, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Halld a szívedbe, ami ott van belül, a legmélyebb pontodba, azokat a kéréseket az Úr meglátta. És azt mondja, na, segítek a Józsinak, a Péternek, a Jocónak, a Pistának, a Marikának segítek neki, mert gyönyörködik bennem. Ha ne kell tanulnunk a problémákat félrerakni, és csak simán gyönyörködni az Úrba. Mert a probléma csak problémákat szül. De ha az Úrra nézel, az Úrra tekintesz, gyönyörködni tudsz az Úrba akkor a problémák eltűnnek. Hallod, nincs olyan probléma, amit az Úr ne tudna átvenni, ne tudna eltüntetni. Meg kell nekünk tanulni, elengedni a problémákat. De én ilyen nem tudod, hogy honnan jöttem. Az Úr tudja. Mégis ezt tanácsolja. Tehát nekünk kell a múltunkon felülemelkedni. Nekünk kell az árnyékunkat átugrani, most így mondva. Tehát, hogy kijöjjünk ebből az egészből. Ez ha mi nem csináljuk, más nem fogja megtenni helyettünk. Én nem tudok helyetted dönteni. Én nem tudom a te életedet élni, de te se tudod az én életemet élni. Mindegyikünk jön valahonnan. Mindenkivel történt valami. Mindenki tudja nyalogatni a sebeit. De ember, el kell döntened, hogy sebnyalogató leszel egész életedbe. Ugye innentől ez az életed arról szól, hogy milyen sebeid vannak, és csak azt látod, hogy nyalja, 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 mint a, a macska, a testét nyalja. De ember. Hát te nem erre születtél. Te nem erre születtél. benne több van, mint sebnyalogatónak lenni. Te arra születtél, hogy gyönyörködjél az úrban. Ad a fókuszt, mert a sebnyalogató az, az egoistán magát nézi. Ha leveszed magadról a tekinteted, a sebeidről, akkor az Urat meglátod. És sok ember ezért nem látja az Urat, mert csak a sebeit nézi. Hogy hogy bántották meg, hogy mi történt vele, hallod? Ezt engedd el! Engedd el! És tudod, hogy honnan lehet tudni, hogy sebnyalogató vagy? Hogy szó szerint el tudod mondani, vagy az a helyzet, ahogy rá gondolsz, egyszerűen ott van, mintha ma is az a húsz évvel ezelőtti dolog, vagy az a nem tudom hány évvel ezelőtti, az itt helyben, az érzésekben és mindenben megjelenik. Onnan tudod, hogy, hogy gyógyul, meggyógyultál ebből, hogy Hogy is volt az? Hogy is volt? Mi volt az? Igazából nem is volt probléma akkora. Persze nagy probléma volt, de, de át tudsz lépni ezen. Onnan lehet tudni, hogy gyógyul a lelked. Onnan lehet tudni, hogy az Úr elkezd világ, tehát elkezd ezt tudni gyönyörködni az Úr személyébe. Mert ez mindig le fogja nyomni az egész hívő életedet. És mondom, nem fogsz tudni az lenni, akinek Isten teremtett téged. Egy, egy, idő után el kell döntened, hogy le kell zárnod a múltat. Le kell, mert akkor nincs folytatás. Beragadsz. És csak abban a 22-es csapdában, mint Izrael fiai, ugye, ahogy 11 nap alatt át tudtak volna menni, ugye ott alul az Egyiptomból az ígéret földjére, helyette 40 év elment feleslegesen az életükből. Hallott, sok keresztény így van, hogy elmegy. Sok-sok év. És nem veszi észre, pont olvastam, hogy egyik rádiós elment a héten, tehát meghalt, és volt egy beírása. Azt mondja, most még reggel, azt mondja, az előbb még reggel hat óra volt, most már eltelt a nap. Az előbb még csak most kezdődött el a hét, hétfő volt, most már hétfő, vasárnap. Az előbb még a hét elején voltunk, most már végén. Az előbb még a hónap elején voltunk, most meg hónapok teltek el. Az előbb még most kezdődött az év. Nem, hát emlékszem, még 24-ben, hogy átjöttünk, ez most, most nem rég volt. És már itt vagyunk, már eltelik, már nyolcadik hónap is az évből. És hallod, így telnek el évek, évtizedek. Egyszer csak az ember ott van, hopp, menni kell. Arra jön rá, ez nagyon rövid. Ez nagyon rövid. Volt olyan biblia tanító, aki 40 év fölött vagy 50 évesen körülbelül kiszámolta, hogy hány napja van még hátra. Persze ahhoz az úr tud adni még, de ugye körülbelül tudja az ember 70-80 év. És kiszámolta, hány nap és egy év múlva elfelejtette, és rájött, hogy hoppá, 365-tel kevesebb már. És megy el az ember, fogy. Fogy az ideje a Földön. És mit tudok tenni még? És hallod, és úgy van felépítve az egész rendszer, hogy órák, napok mennek el emberek életéből, videójátékokkal, filmekkel, mindenféle dolgokkal, egyszerűen dobják el maguktól az emberek, az időt, az életidejüket, eldobják maguktól, másnak adják oda, és nem, nincsenek, kont tehát, tehát nem a saját maguk kontrollja alatt van az életidejük, hanem kiszolgáltatják másoknak az életidejüket. Miközben az alatt az élet idő alatt, ha egymás mellé tesszük ezeket az órákat, napokat, kiderül, hogy több évnyi felesleges élete volt az embernek a földön. Tehát igaza volt Mózesnek, amikor arról imádkozik a 90. zsoltárban, és tényleg így kell imádkoznunk, tényleg az úr. Adja meg, adjon bölcsességet nekünk, hogy, úgy ta, tehát hogy, hogy tanuljuk meg számlálni a napjainkat bölcsen, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy ne bolondok legyünk, ne a, a hobbiknak, a különböző dolgoknak, vagy akár munkamániának tegyük oda az életünket, hanem bölcsen osszuk be a napunkat. Ehhez bölcs, ez, ez nagyon nagy bölcsesség kell. És én is kérem az urat, hogy uram, adj bölcsességet ehhez. Hogy taníts meg számolni a napjaimat, mert sok felesleges idő pocsékolás történik az ember életébe. A veszekedés ugyanilyen veszekedés, hát az élet, az elpocsékolod. Gyakorlatilag a lehetőséget. Nekünk is a feleségemmel házasságunk elején, ugye három-öt napokat nem szóltam. Tehát ő akart volna beszélni, csak én nem akartam. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele. És, és eltelik három nap, és igazából így most visszatekintve, 30 évet, nem, vagy 25-30 évet visszanézve, azt mondja, de hülyék voltunk, hát, vagy én. Felesleges. Hát közben építeni tudhat, tudtuk volna a, a, kapcsolatot, miközben meg leépítettem. Szóval bölcsesség. Bölcsességgel. És persze mi van ebben mondani, az én igazságom? Tudod, hogy nem is neked van igazad, hanem nekem van igazad. Na, mínusz három nap. Ad, hozzá az évhez és az, és az évtizedekhez. Mennyi nap jön ki? Érted? Mint az az indiai ember, tudjátok, aki a felesége nem azt a levest főzte, vagy túl forró volt a leves, valami ilyesmi. És egész életében nem szólt hozzá. Hát, na most. Há, most akkora nagy szám. Hát most a végén majd érted, elmegy a földről, és ott volt 50 évet, nem szóltunk egymáshoz. Vagyis hát ő nem szólt, mert meg, hát mert behúzta a kéziféket. A fér... hát ilyenek a férfiak, ilyen konukok, érted? A hülyeségem, mert a leves nem úgy sikerült. <laughs> Persze a feleségek is, tehát nyilván ott is vannak dolgok, de én arra jöttem rá, mert legtöbbször ugye a bosszantás. Hogy szokott lenni az egész? Mert a női agy másképp működik, mint a férfi agy. Most csak egy példát hadd mondjak. Hogy ugye, ugye feleségem mondjuk kérdezi, na, mi van benned? Hát mindig szokták gondolkodni. Mind gondolkozol? Semmi. Tehát <laughs> mindig gondolkozol. Hát nincs kedvem semmit sem mondani. <laughs> De valamikor tényleg semmi, mert az olyan jó, ezt nem tudják a nők, hogy milyen jó. Se, a, a semmi. Ott van az agyadban a semmi. <tos> <tos> és olyan jó kikapcsolni. Érted, hogy jó, még ha át is futnak gondolatok, tovább futnak, és jó az egész. <coughs> Látom a bogit az a szemöldökét. Ilyen is van. És akkor. Mit csinálnak a férfiak? Hogy, hogy, lehet ezt megcsinálni, vagy megoldani, vagy mi? Még nem tudom, majd, majd, amikor kész van, akkor majd elmondom. És a nőknél meg úgy van, hogy minden, tehát, tehát a megoldásig vezető utat is végig beszélik. A férfiak közben hallgatnak, csöndbe vannak, mérlegelnek, fontolgatnak, milyen döntés lenne a jó, és a többi, és a többi. És majd a végén, érted, majd egy hét múlva, majd mondok valamit. <laughs> ha mondok. Feleségek meg, tudod, minden gondolat, minden uh, uh, megoldási lehetőség elindul, és, és kimondják hangosan. És akkor mit mondanak a férfiak? Hát... Ilyen hülyességet hogy lehet mondani? Hát persze, mert a férfi nem mondja ki, pedig ő is lehet, hogy hülyességet gondol. Csak a férfi nem mondja ki, a feleség meg kimondja. Érted? Mert ő úgy kommunikál, hogy az összes agyában levő gondolatot kimondja. A férfi meg, meg nem nem mondja ki. Ezeket nem hordozza magába, csömbbe van, elmélkedik, gondolkodik. Majd kimondom, amikor meg lesz a megoldás. De azt meg a feleségek mert mi van, egy néma leventét, vagy néma... Most bocs, Levi, csak... Tudod, vagy egy, egy néma férfihoz mentem hozzá? Persze, amikor pedig, érted, udvarolt, akkor milyen, hogy járt a szája? Érted? De ilyen is van... És, az, és, tényleg bölcsesség kell hozzá, hogy az Úr által, tehát hogy, hogy tanítás legyen, hogy ugye mi embereknek van nekünk lelkünk is, és, és egymásnak a lelkét meg kell osztani, meg a férfi nő, a, tehát most nem férfi nő, hanem hogy tehát, tehát, a, a férj, tehát a férfi meg a nő, tehát így egymással összehozni, hát az ez külön művészet, egy házasságot leélni 70-80 évet, vagy 50-et, 70-et, 80-et, ki tudja. És ez művészet. Ezt, ezt győztesen megcsinálni, vagy aki elkezdi, az kemény fába vágja a fejszét. Tehát belevágjuk, mert valahogy Isten mégis így oldotta meg, hogy mégis megházasodnak az emberek, mégis működik ez, de valami teljesen más, mint ahogy eredetileg lett volna, mert nyilván a bűn betette a hatását ezen a területen is. És harcok vannak. És na mindegy, ez csak erről jutott eszembe itt, vagy ez jött így, de mit mond, figyelj, a ötödik verszak. Hagyjad az Úrra a te utadat. És ez óriási dolog, hogy a hagyás, hagyd rá, Ad a bizalom, amikor átadjuk a szívünket az úrnak, ráhagyatkozik az ember, a, a, az útját ráhagyja. Istenem, ahogy te. Mert miért? A bizalom miért így működik? Mert azt mondja, hagyjad az úrra a te utadat, bízál benne, majd ő dolgozik eredetiben. Nem az, hogy teljesíti. Vagyis, hogy te adott ki a teljesítés igazolást utána, hogy ő megcselekedte. Ő dolgozik. Mikor tud ő dolgozni? Ha ráhagyod. Ha nem hagyod rá, akkor nem tud dolgozni. Tehát a bizalom az egy ráhagyás is. Amikor rámered hagyni az úrra az utadat, ő elkezd dolgozni az utadon. Ha nem hagyod rá, nem fog dolgozni. Akkor adod át, ezért mondja, csillapodjál le az Úrban. Csillapodjál le! Nyugodj meg! Nyugi! Nyugi, csillapodj le! Ha lecsillapodsz, azt mondja, akkor várjad őt. Látod, ez egy várakozás. Amikor mit csinálunk valamit, az Úr vár ránk. A, a bizalomnál mi ráhagyjuk az Úrra, és utána várakozunk. Várunk, várunk. És ez nagyon rossz. Várni, várni. Mi lesz ebből? Hogy lesz ebből? Várni. Ahogy rút és Naomi-nak, ugye a boázzal, a, a, rút esete a boázzal, hogy, hogy mondja neki Naomi, hogy, hogy várjál, lányom, várjál. Te tedd meg ezt, amit kell, megtetted? Meg. Akkor most várjál. Hogy mi lesz? Mit fog csinálni? Ugye, amikor hogy őt vegy el feleségül, és ez ugyanez, hogy csillapodjál, nyugodj meg, várjad az urat, ő megcselekszi. Mi várjunk. Nekünk az a dolgunk, hogy várjunk. Mert a várakozásban egy jellemformálás van. És ebbe a, a mi világunkban, ugye annyira gyorsan működnek a dolgok, olyan gyorsak a hírek, az információk, azt hiszi az ember, hogy kimarad valamiből. Öt perc eltelt, hogy megnézed a telefonodat, és érzel egy késztet, és megint megnézd. Mi, mi történt öt perc alatt? <laughs> és mégis az emberben van egy ilyen, hogy egy fel van pörögve az, a világ, és nincs, meg kell tanulni várakozni. Várakozni. Csak ülsz, és várakozol. És gondolkozol, és elmélkedsz. Hald, és sokkal nagyobb munkát végezel benned Isten, mintha az ember, mint egy, hogy mondják, egy ilyen, tehát úgy, mint a, nyakatlan tyúk, vagy hogy hívják, tudod, akik tudod, már levágták, biztos láttatok ilyet falun, tudod, levágták, és a rohangál össze-vissza. És meg kell tanulni várni. És ha megtanult az ember várni, akkor az Úr dolgozik. Dolgozik, és jön a szabadulás az életedbe. Ezért mondja Dávid máshol, várván vártam az Urat, és ő mit csinált? Hozzám hajolt, és mit csinált? Meghallgatta a kiáltásomat, és mit csinált? Kivont engem a pusztulás gödréből. Hallott, ha várod az Urat? ha várván várod az Urat, lehajol hozzád, meghallgatja a kiáltásod, kivon a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára állítja a lábadat, megerősíti a lépteidet. Azt mondja az Úr, új éneket adott a számba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az úrba vetette a bizalmát, nem fordul a kevélyekhez, a hazugságra vetemedethez. Sokat cselekedtél, Uram Istenem, a Te csodáiddal, terveiddel miértünk semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném, elbeszélném, de többek semhogy. Elszámlálhatnám. Én ezt kívánom a ti életetekbe, hogy Istenek a csodáit ne lehessen megszámolni az életetekben. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, és kérlek, hogy még befejezésül dicséretet énekeljünk el, vagy ha van olyan, aki szeretne megtérni, vagy úgy vagy itt, hogy, hogy szeretnéd átadni az életedet, most kérlek, hogy gyere előre és énekeljünk el, befejezésül dicséretet. Magasztaljuk az Urat, hallod, jó az Úr, meghallgatja a kéréseinket, meghallgat bennünket. Nosza ágyátom! Az. Gyertek, most imádkozzuk el, elmondjuk a megtérő imát, és utána gyertek. Gyere bátran. Kérlek, hogy a következő imát, ja, még megvárunk, gyertek bátran. Kérlek, a következő imát mondjátok utánam. Mennyei atyám. atyám, én Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Gyere, gyertek. Uram, én hiszek benned. Én kérlek téged bocsásd meg a bűneimet, és kérlek, adj nekem örök életet, mert Uram, az én bűneimet te hordoztad el a Golgotai kereszten. Uram, én bűnös ember vagyok, sok bűnt követtem el, de én hiszek benned. Én hiszem, hogy van megváltom. Az te vagy, Jézus. Te meghaltál az én bűneimért, a Golgotai keresztem. Eltemettek téged, de a harmadik napon feltámadtál a halálból, és élsz, és Uram Jézus, én most megtérek hozzád. Kinyitom a szívemet, életemet, te előtted, és hívlak téged. Jézus, gyere, lakjál bennem, költöz be most az én életembe, szívembe. Uram, én múló ember vagyok itt a Földön, de te vagy az, aki örök életet adtál most nekem. Megbocsájtottad a bűneimet, meghallgattad az imámat. Köszönöm, Jézus. Köszönöm. Elfogadlak. Megváltomnak. Gyógyítomnak. Szabadítomnak. Jézus, kérlek, segíts. Szabadíts meg engem. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy most már bennem élsz. A Jézus nevében. Amen. Kértetek imádkozni, hogyha ott az, egy kicsit a szélére mentek ott a kamera irányába, akkor imjár imádkozunk, kértetek, és utána is várunk sok szeretettel Isten tiszteletre, és mi pedig dicsérjük az Urat, és kérlek, hogy szóljatok a testvéreinknek, hogy akik még nincsenek megkeresztelve, hogy szeptember közepén, majd fogom mondani a pontos dátumot, de szeptember közepén ö, ö, vízkerességre fog sor kerülni az Isten tiszteleten, és kérek, hogy értesítsétek a testvéreinket, mi pedig magasztaljuk az Urat, dicsérjük az Urat!